Lecsendesedés a címe annak a kiállításnak, amely a természetet, illetve a természet adta tereket kívánja megjeleníteni, ahol az emberi érzések életre hívhatók. Az alkotó Elerítók Nóra számára ennek két nagy csoportja van. Az egyik a múlt, amikor a régi házakat és a régi emberi lenyomatokat próbálja bemutatni, a másik pedig a természet. Azt a fajta nyugalmat szeretném, hogyha megéreznék, ami lecsendesíti az embert és gondolkodásra készíti. Biztos köze van ehhez az embernek az is, hogy ahogy az ember öregszik, egyre többet gondolkodik, és azért azt gondolom, hogy ezek a meditatív terek, amiket létrehoztam a képeken, alkalmasak másoknak is arra, hogy elgondolkodjanak. Elerítók Nóra pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, valamint az Igaz Gyöngy Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója is egyben. Küzd a gyerekszegénység és a mélyszegénység ellen, az esélyteremtésért és az integrációért dolgozik, mindezek mellett pedig grafikus művész. Nekem nem ez a főállásom, hanem az alapítvány vezetése, ott tanítok is, meg a szakmai irányítást végzem, és azért mi ott a tanévrendjéhez igazodunk. Úgyhogy tanév közben inkább így az esti órákban van időm arra, hogy alkossak. Nyáron egy picit mindig jobban rá tudok húzni, úgyhogy ezeknek zöme most a nyáron született, tehát egészen friss alkotások. A Lecsendesedés című kiállítást Bokros Judit újságíró ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a csütörtök esti megnyitón, a tárlat pedig augusztus 21-ig délutánonként 14 és 18 óra között várja a látogatókat az Európa Klubban.